Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy örökkön örökké csodát remélek. Napsütéses mindennapokat kívánunk Önöknek, mert igenis, csoda az élet, ha észrevesszük az élet kisebb-nagyobb csodáit. Aminek egyik megmondhatója az a kedves beszélgető társam, akinek csoda az élete. Ugyanis 5 gyönyörű gyermek édesapja, fantasztikus karriert futott be, és élete nagy szerelme a felesége. Varga Feri Isten hozott. Köszönöm. Na, köszönöm, csoda az életed? Így még nem gondolkoztam erre, de tényleg nagyon boldog vagyok egyébként, hogy így mondd ezt, élünk. Te kaptad, vagy azért tettél érte, tehát meg is teremtetted ezeket a kisebb-nagyobb csodákat? Hát kapni én elég keveset kaptam, én inkább dolgoztam érte, hogy, hogy legyen. Nekem mindig valahogy minden olyan iszonyatosan bonyolultan jött, és minden megoldás az utolsó pillanatban rendeződött el. Tehát akár mit csináltam még ideig az életemben, mindig úgy voltam vele, hogy hát most már mindegy, most már nem lesz, és ez lett. Így lettem hosszú, több 20 évig zenéltem, és hogy mondtam, hogy hát még akkor még egyszer megpróbálom, azt, ha nem, akkor nem. Uh-huh. És így kezdtem el, hogy így jutottam be a Megasztárba. Na, így, kezdjük így a legelején. Tehát te Miskolcon születtem, igen. És zenei iskolába jártál. Igen, iskolába jártam, és mellette zeneiskolába. Iskolába is mellette zeneiskolába. És hát több hangszeren is játszottál, és énekeltél. Igen. Ezeket mennyire élvezted? Bevallom neked őszintén, a legjobban a gitározást élveztem, amiben a legtehetségtelenebb voltam. De valami iszonyatosan, szegény Adriányi Pali bácsi azt mondta nekem a gitártanárom 2 év után, hogy nem is nekem, hanem édesanyámnak, hogy vegyen ki, mert borzasztó. És én a mai napig is szeretnék megtanulni gitározni, de annyira iszonyatosan borzasztóan rosszul áll a hangszer és a kezemben, hogy nem kezdtem el újra felvenni a kontaktust a gitára, de mindig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna jó gitározni. De maga a zene csodája az megfogott téged. Az mindig, és az minden része. Tehát a zenének a technikai felépítésétől kezdve egészen a színpadi megjelenés minden nagyon-nagyon foglalkoztat és érdekel. És akkor úgy gondoltad, hogy akkor te énekes leszel? Nem. Én képzeld el, hogy én dobos voltam. És kerestünk énekest, és addig így kényszerből én énekeltem a zenekarba. De előtte én énekeltem zenekarokba, de nem akartam énekes lenni, mert nekem ez nem, én dobos szerettem volna mindig lenni. A ritmus. És így, ez így is lett, és aztán doboltam egy nagyon szuper zenekarba, a Midnight Blue-ba, és aztán kerestünk dobost vagy énekest. És találtunk egy fantasztikus dobost a Balogh Laci személyében, aki a Babos, sajnos már nem nincs köztünk, a Babos Gyuszinál dobolt. És vele kezdtünk el úgy komolyabban muzsikálni együtt, és akkor én nyilván egyértelműen én énekelni kezdtem. Úgyhogy így jött az éneklés. És jött egy mindent elsöpörő siker, az Egy bolond százat csinál. Igen. Ugye azzal egyszerűen berobbantál a köztudatba. Igen. Tehát egy pici kerésetet nézzük meg, az Egy bolond százat csinál. Az életem lecserélni. Ha ettől jobban szeretnél, de néha kell a hazug szó, szemtelen, de olyan jó, érez, bár lenne minden félig igaz, nem érdekelne, hogy mitől jó, csak lenne mindig ennyire izgató vele. Egy bolond százat csinál, fordítva forog, tehát te dobos akartál lenni, és az akartál maradni.
Abszolút. És aztán a kényszer rájött az éneklésre. Igen. De úgy hallottam, hogy te fogtechnikus is voltál. Igen, hát nekem... Az hogy? Ezt elmondom. Én mindig zenélni szerettem volna, édesanyám pedig konzervatív tanárnő volt, és azt mondta, hogy fiam, normális szakmának kell, hogy legyen. És hát ő azt mondta, hogy akkor legyek fogtechnikus, és a Sátorajőhelyben éltünk, miután Miskolcról elköltöztünk, és egy nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, hogy pont akkor a fogtechnikus, a Bíró László tudott engem fogadni. És hát azt hiszem, hogy neki nagyon sokat köszönhetek az életemben, mert egy csomó mindenre megtanított, olyan dolgokra is, amik nem csak a fogtechnikában, hanem az egyben az élethez is, amelyek valószínűleg, hogy ő nem is, az ő életében nem volt ez olyan fontos, mint az enyémben, de mi volt, nem volt édesapám, ezért én nagyon ragaszkodtam mindig az idősebb férfiakhoz, egy kicsit úgy apapótlóként is szerepelt az életemben. Ő és hát nekem egy csomó nagy igazságot, amit most nem akarok elmondani, nem mindig nyomdafestéket tűrő, de egy csomó nagy igazságot elmondott nekem az életbe, vagy az élethez, tanácsokkal, amire ő valószínűleg talán nem is emlékszik, vagy nem tulajdonított nagy szerepet ennek, és nekem ő nagyon fontos szereplője, az én életemben nagyon fontos volt. És akkor ezt te kitanultad? Ezt én kitanultam olyannyira, hogy egy hatalmas cégnél dolgoztam, 14 évet körülbelül, területi képviselő voltam, kis laborvezető, tehát hogy én mindent csináltam így az életem folyamán. Hasznos volt, hogy ezt te megtanultad? Mindenképpen. És bár nem volt nagy szerelem az első pillanatban, úgy voltam, mint ahogy a kínaiak mondják, hogy ugye az európai ember először a forró levest teszi, és utána ez kihűl, és a kínai meg azt mondja, hogy gyere, melegíts föl szépen lassan. Na ez szépen lassan melegedett föl, és ez meg is maradt az életemben. A mai napig, ha bármi van, akkor kollégák, régi ismerősök felhívnak, hogy te figyelj, mert emlékszel, hogy egyszerűt csináltunk valami, és a mai napig is mondom, tavaly volt egy, Angliából kerestek meg, hogy havi rendszerességgel járjak ki Angliába dolgozni egy-két napot. Mint fogtechnikus. Mint fogtechnikus, igen, kézzel, ezek de jó érzések mindig az ember életében. Mondjuk abból most nem tudunk mutatni ízelítőt, hogy te milyen vagy, mint fogtechnikus, de egy másik foglalkozásodat meg tudjuk mutatni, hogy milyen Varga Feri, amikor éppen főz. Ide fogjuk kiszedni. Lobog a vízünk, és már is szaggathatjuk a tésztát. Mint említettem, hogy ez sokkal sűrűbb ez a tészta, tehát viszonylag nagyobb erőt igényel, hogy átdolgozzuk, viszont cserébe nagyon finom lesz. A nokedlire nagyon kell figyelni, hogy amikor beleraktuk, akkor keverjük össze, hogy ne ragadjanak össze a nokedlik. Egy. Kettő. Akkor van kész a nokedli, ha feljön a tetejére, és így szépen látjuk a tetején a nokedlit úszkálni. Tehát a tésztát innen hideg vízbe kell rakni, mert úgy lesz olyan állagú a tésztánk, hogy olyan jó, kemény és nem ilyen lágy plöttyet tészta, szépen hagyni kell benne kihűlni. És mondom még egyszer, isteni nagyon-nagyon finom lesz. A nokedlit leszűrtük, és most szépen tálaljuk. Nagyjából megpróbálok kirakni, hogy durván 100 g-ot, és mellé a gombapaprikást. Én általában úgy szoktam csinálni, hogy nagyjából ugyanannyi húst, vagy akár gombapaprikást rakok a szénhidrát mellé, mint amennyi maga a tészta, és akkor szerintem jól tud lakni belőle az ember. Elkészült a gombapaprikásunk, és hála a D-Life-nak elkészíthetjük egészségesen azt a gombapaprikást, amit most itt megfőztem nektek. Remélem, hogy mindenki nagyon örülni fog neki. Ehetik fogyókúrázók, diétázók, cukorbetegek. Jó étvágyat mindenkinek! Mesélj egy kicsit erről a te szakács énedről. Hát igazság szerint egy barátságból alakult ez az egész. Volt két barátom, a Kis Dániel és a Molnár László, és hát ők szakácsok voltak. És annak idején, hát már régen nem reklám, mert már 40 éve megszűnt, hanem 30 körülbelül ez az étterem, Sátorajban a Várhegy étterem, és oda jártam hozzájuk barátkozni, beszélgetni. Aztán egyszer csak, mit tudom én, add már ide a nem tudom én mit, vágd már föl a nem tudom én, és egyszer csak ott találtam magam, hogy mit tudom én, este 6 óra, megyek dolgozni.
És akkor nekem ezt munkának tekintettem, pedig egyébként egyáltalán nem volt az. Nekem a mai napig is például a főzés, az semmilyen szinten nem munka. Imádod. Én ezt szeretem csinálni, igen. És ezt így nekem így megy, tehát nem az van, hogy megfőzök valamit, mit tudom, karácsonykor, vagy ilyen nagyobb ünnepekor, hogy összerogyva leülök, és mit tudom én, hanem így mondom, hogy akkor kész a kaja. Na, mi legyen a következő dolog? Most itt ebben a bejátszásban éppen szénhidrát szegény lisztből készítesz valami nokedlit, igen, és gombapörköltet. Na most lehet, hogy sok minden, már jelek is, mert olyan jól néz ki. Mondd el ennek a receptjét. Végtelenül egyszerű. Egyébként hozzáteszem a receptőket, sokszor nem tudom, hogy te hogy vagy vele, én szoktam olyan kajákat főzni, és ez is olyan abból jött ki, hogy ami a hűtőben van. Itt, ami a hűtőben van, mert nem mindig van időnk arra, hogy precízen bevásároljunk, vagy ott elfelejti valami az ember, vagy ott felejtem múltkor sárga, mustáros sárgarépát akartam főzni, úgyhogy ott felejtettem a sárga. Mustáros sárgarépa. Azt tudod, milyen finom? Belehalsz, annyira finom. És ott felejtettem a sárgarépát, és már nem is tudom, talán nem tudom, valami más, nyilván más kaja lett belőle, nem mustáros sárgarépa. Na, szóval, hogy nagyon egyszerű, megdínsztelem ugye a gombát, vagy a hagymát, rakok alá egy kis paprikát, paradicsomot, egy pici paprikát, összekeverem, megsózom, belerakom a gombát, megfonyasztom rajta, és azt felöntöm egy picike zsírszegény tejfölle, és készítek hozzá nokedlit. És akkor ez egy gombapaprikás. Én nagyon szeretem a gyors kajákat, de az otthoni gyors kajákat. Amúgy szoktam menni gyors étterembe is, és ez, tudod, ez egy kicsit olyan misztérium, hogy hisztizik mindenki, hogy itt ne egyél, ott ne egyél. A mennyiség a legfontosabb. Csak a mennyiség a fontos. Énekesként mindenki ismeri a karrieredet. 2005, ugye, Megasztár. 2006-ban az év férfi hangja lettél, és ez egy hatalmas szerelmet is hozott. Így találkozott Balázsi Bettivel Varga Feri, így talált egymásra két összeillő ember. Két kis fűszál dúsfák között, két kis porszám hegyek mögött, völgyek mélyén két kis virág, mérhetetlen boldogság. Ezek vagyunk, mióta csendben enyém lettél, és én tiéd. Mikor másra nem süt a napfény, nekünk akkor is ragyog az ég. Két összeillő ember, hogy volt Betty előtti és Betty utáni időszak, igaz? Igen. Ez egy nagy csoda, hogy ti egymásra találtatok. Igen, én nagyon hálás vagyok az életnek, hogy ez így alakult az életünkben. Rögtön első pillanatban? Szikra?
Igen, ha ezt úgy lehet nevezni, bár nyilván nekem gyerekek voltak, család, tehát ez nem volt ez nekem azért lelkileg ez olyan nagyon egyszerű. Most nem akarnék semmi olyat mondani, hogy ezzel én engem sajnálni kellene ezért, hogy, de azért nem volt ez nyilván az olyan egyszerű az én életemben. És sok vívódás volt, mire eljutottam odáig, hogy egyáltalán ebből bármi is kialakulhasson az életünkben. De kialakult, és méghozzá tartósan kialakult. Hát az érzelmekkel nem nagyon lehet játszani. És tudod, az mindig benne van az ember életében, amikor azt mondja, tudod, mert most már 50 éves vagyok, tehát játszunk el a gondolattal, beleszeret valakibe, Betty, mit tud csinálni? Mit tud csinálni az ember? Nyilván vissza tudja fogni az érzéseit valamilyen szinten, de ezt sose tudod, hogy hol kap el a gépszíj, meg hogyan. És az érzelmek, tehát az ember az érzelmei rabja. És bár ez nem azt jelenti, hogy most feltétlenül el kell válni ebbe, de az ember, ha az élet meggyűri, meggyömözkéli, akkor előfordul. Hát az érzelmeknek ugye, hát hogy mondjam, nagyon nehéz, hogy ugye megállt parancsolni, vagy irányt parancsolni, de hogy mennyire tartós valami, ki kell állni nagyon sok próbát. Ilyen próbaidőszak volt például, amikor úgy tudom, hogy a Rózával volt állapotos a Betty, és nem volt mit ennetek. Volt, bizony. Tehát ilyen nagyon nehéz időszak is volt. Akkor hogy tudtad megélni azt a szerelmi csodát, amiben vagy, és hogy tudtad megteremteni a mindennapi betevőt, hogy egyáltalán, mert úgy tudom, hogy csak a Betty ehete, te koplaltál. Igen, hát rám fért egyébként hozzá, hát ezzel maradjunk annyiba. Hát figyelj, akkor nem éltem jól meg nyilván ezeket a dolgokat, de ma már csak egy figyelmeztető jel mindig, hogy az ember takarékoskodjon, figyeljen a dolgaira, a munkájával kapcsolatosan. Mi hoztunk rossz döntéseket egymás után többet is, és ennek ez lett a vége, tehát nem volt ebbe nagy trüváj. Tehát hoztunk két nagyon kardinális döntést, ami hosszú távon jó lett, de ennek sajnos voltak olyan részei az életünknek, amikor volt olyan, tényleg olyan év, amikor nehezen éltük meg. Tehát borzasztó nehezen éltük meg. Tehát minden részében, ízében borzasztó mód éltük meg. És, de túléltétek. Hát igen, na most ez a kérdés... Olyan erős volt a szerelmetek, ami mindent túlélt, igaz? Hát abszolút, ez túlélte. Tehát szó szerint, a kapcsolatunk is, mert azért nyilván a kapcsolatunkat is elkezdte ezt felzabálni, tehát abszolút szóba jött az, hogy mi, hogy szétmegyünk. Mondjuk az elmúlt 16-17 éve azért volt három olyan helyzet, amiből egybe biztos, hogy benne volt, mármint a mondat elhangzott, hogy akkor inkább külön. Tehát egybe benne volt, hogy hogy elgondolkoztunk azon, hogy lehet, hogy ezt nem így kéne csinálni együtt. De aztán hogy jöttetek ki a mélypontról? Felismertem azt, hogy mi az, amiben én hibázok. Rengeteget olvastam utána. Egyébként ebből a szempontból egy csomó olyan dolog fenn van az interneten, még akkor is, ha sokszor hülyeségnek hat, amivel ezek mondjuk inkább pszichológusok, tehát okos emberek, akiknek elkezdtem mazsolázni a gondolataiból. És ezek nagyon-nagyon sokat segítettek nekem. Olvastam könyveket is erről. De hát mondjuk mi a legfontosabb, amit így el tudnál mondani, és a kedves nézőknek is, hogy tanuljunk belőle, hogy az, hogy felismered, hogy te hibáztál, az már egy nagy lépés, igaz? Nem, hogy én miben hibáztam. Hogy te miben hibáztál. Igen, mert ez nem úgy történt, hogy én hibáztam. Nyilván mind a kettőt, a konklúzió, amikor minden kisimult, akkor azért nyilván mind a ketten tudtuk, hogy ő miben kell, hogy változzon, meg én miben kellett, hogy változzak. Mert ugyanis... És valójában mind a kettőtöknek kellett változni, abszolút, ugye? Abszolút, tehát ez nem, ez nem,
ez nem rajtam múlott, hanem ez kettőnkön múlott. Uh-huh. És azt azért mondom, mert mind a kettőnknek kellett változtatni ahhoz, hogy ez működjön ez a dolog. Tehát voltak, meg nekem sem voltak szimpatikusak ugye a Bettinek a dolgaiba, meg volt, ami nekem, mert neki nem volt szimpatikus. Úgy mondják, hogy összecsiszolódtatok. Igen, de ez már nagyjából, nem tudom, 8 évnyi csiszolgatás után jöttek az igazán nagy problémák, és akkor így mondtuk, hogy ez így nem jó. De hát aztán közben ugye lett már, volt egy gyerek, tehát hogy azt nem szerettem volna, hogy még egy gyerek kárát lássa ennek a dolognak, és egyébként hozzáteszem, hogy csak kifejezetten az emberi önzőség miatt történt szinte az egész dolog, a saját én, hogy én akarok, hogy én, meg a az saját ego, az ego. És akkor tudod, és akkor elgondolkoztam rajta, hogy mindenki arról, hogy legyél te, legyél olyan, amilyen, meg stb. Stb. És akkor azt mondtam, hogy oké, és most egyedül fogok ücsörögni valahol, uh-huh. mert hogy én vagyok, és mit tudom én, 70 évesen azt fogom mondani, hogy hát jó, hogy én egész életemben én, de most hol vagyok én? És mondtam, hogy nem akarok. Tehát én jól akarom magam de hát érezni. De ott vagy a gyerekeidben is. A gyerekeimmel. Hogy esténként beszél, figyelj, lefekszünk, figyelj, néha olyan fáradtak vagyunk, hogy 3 gyerek azért aktívan, az nem olyan egyszerű. Tehát, hogy, Róza, Miksa, Dani. Igen, tehát hogy az a hármas kombó amúgy sem egyszerű, de mindegy. Szóval, hogy és tehát, lefekszünk, és arról beszélünk, hogy mi van a gyerekekkel. Leépíteni az egódat? Fontossági sorrendeket építettél abszolút. Fel? Abszolút. Először is nagyon-nagyon fontos, tehát elmondom. Tehát legelőször a gyerekek. Uh-huh. Tehát először a gyerekek, aztán utána az összes többi. Uh-huh. És akkor a gyerekek alatt azért vannak helyzetek, amikor a munka, van, amikor a mi kettőnk élete. Tehát például karácsonykor rengeteget dolgoztunk, iszonyatosan sokat, és akkor mondtuk a Betty, hogy el kell, hogy menjünk valahova, mert éreztük, hogy nagyon be vagyunk szorítva a gyerekek, a havi 10 000 km kocsikázás, és stb. És akkor úgy éreztük, hogy be vagyunk szorítva, régen nem tettük meg ilyen dolgokat, és ez nem nagy dologra, lehet, hogy csak 40 kilométerrel mész odébb, érted? Csak hogy ne otthon ébredj föl, legyen az a napod. Van, hogy régen például, mikor megismerkedtünk a Bettivel, volt ilyen, hogy pockorászós nap. És akkor nem csináltunk semmit. De az semmi, az úgy képzeld, de beraktunk Bud Spencer filmeket, és akkor csak szundíztunk, érted, amikor kifáradtunk. De hát a gyerekek mellett nyilván ilyet nem lehet megtenni. Ilyenkor egy nagy stáb segít lényegében. Nagymamák, barátnők, stb. Tehát mindenki. És akkor jönnek hozzánk, vigyáznak a gyerekeknek, ott alszanak, stb. És akkor így tudjuk megoldani ezeket és a pihenős mondtad, napokat. És hogy mondtad, hogy esténként megbeszélitek az eltelt időszakot, és gondolom, hogy meg is köszönitek egymásnak is azt, amit tettetek, a gyerekekért, abszolút. Egymásért, a szeretetért. Úgyhogy ezt most dalban is mutassuk meg. A köszönet a boldog évekért. Köszönet a boldog évekért, köszönet a sok-sok mindenért, és azért, hogy bármi áron mellettem maradtál. Köszönet a boldog évekért, köszönet a sok-sok mindenért, csak is veled élhettem, ezt jól tudom ma már. Köszönet a boldog évekért, köszönet a sok-sok mindenért, és az ötök bármi járom mellettem maradtál. Köszönet a boldog évekért, köszönet a sok-sok mindenért, csak is veled élhettem, ezt jól tudom ma már. Még arról a Varga Feriről nem beszéltünk, aki nem is akár, hogy is nem is akár milyen rockopera főszerepet játszik. Hát igen, nekem ez egy nagy álom volt, István a királyban a Koppánt játszom. Én a posom, hogy megemlítsem itt a Szabó Pityesz, aki a P-Boxnak a dobosa, úgyhogy én személyesen ismerem egészen jól a Mikit is, és a Gyuszi bácsit is. Innen üdvözlöm őket. Szóval zseniálisak, nem hasonlítok egyáltalán rájuk, nem úgy éneklem, nem, de hát
csodálatos maga a darab is, és hát ez egy nagy álom volt nekem, hogy ide eljöhettem, és hogy játszhattam egyáltalán. Úgyhogy ezt kipipáltam, úgyhogy rendben volt. Egy pici részletet nézzük meg abból, ahogy a Varga család jól érzi magát, együtt az összes gyerek és Betty, mert az ő életük így együtt tömény napsütés és tömény csoda. Itt a sirály, nem bejött a halászhajó. És itt repked, igen, mert kapja a kaját a halászhajóról, valószínű. Szerintem, ami nem jó, azt kidobják, és ezt már tudja a sirály. Van egy szemfüles sirályuk. Hogy hívják a sirályt az Arielbe? Tudja valaki? Szia, apa! Nagy búvárkodás folyik. Ferikén, köszönöm, hogy itt voltál, és ilyen jót lelkiztünk arról, hogy valójában a csodát annak a segítségével is meg lehet teremteni, hogy egy kicsit leépítjük az egót, és a családot helyezzük előtérbe, mindenek előtt a gyerekeket. Maradjon ez így, legyetek még sokáig nagyon-nagyon-nagyon boldogok. Önöknek is kívánunk napsütéses mindennapokat, és ne felejtjék, igenis, csoda az élet. Köszönjük, hogy velünk voltak, Isten áldja Önöket, a viszontlátásra. Csoda az élet! Csoda, hogy élek, csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy örökkön örökké csodát élek.